A kormány fél milliárd forinttal járul hozzá Gödöllő és ugyanennyivel Ecser térségének iparterület fejlesztéséhez, azon belül is a közúti beruházásokhoz, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára egy Gödöllőn tartott sajtótájékoztatón. Sanda Tamás elmondta, hogy a hasonló fejlesztések számos közvetlen vagy közvetett kedvező hatással bírnak, ilyen például, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik a térség közlekedése, és vonzóbbá válik a cégek, vállalkozók számára az adott terület. Mindez elősegíti újabb munkahelyek létesítését, ami támogatja a magyar családok stabil, kiszámítható megélhetését. Hozzáfűzte, hogy a kormány számára fontos minden befektető, de a legfontosabbak a hazai mikro, kis és középvállalkozások. Az államtitkár kiemelte, hogy a hazai vállalkozások fejlesztése, a megfelelő technológiák használatának ösztönzése és az innovatív ötletek támogatása hozzájárul a gazdaság teljesítményének növeléséhez. A tájékoztatón ott volt és felszólalt Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője, valamint Vécsei László, a Gödöllőt is magában foglaló választókerület országgyűlési képviselője is. A rendezvény közvetlen célja az, hogy a kormányhatározat nyomán itt az M3-as gödöllői lehajtójának a körforgalmából a gödöllői Haraszti út, Kenyérgyári út sarkáig egy közvetlen lekötés készül. Ez a közvetlen autópálya lekötés, ez lehetővé teszi a gödöllői Haraszti iparterület cégeinek, vállalatainak, hogy közvetlenül elérjék az autópályát, tehát amint ez elkészül, nem lesz szükség arra, hogy a munkásbuszokkal, az áruszállító kamionokkal a Dózsa-György útra kihajtsanak, és onnan jöjjenek vissza az autópályára. Ez a haraszti iparterület, ha az előzményeit nézzük, több mint 30 éve működik Gödöllőn, és ez alatt folyamatos betelepüléseknek lehetünk tanúi. Van még terület, tehát további cégek is jöhetnek. Ezért jött kapóra az, hogy a kormány meghirdette azt a programot, amely gazdaságvédelem, illetve gazdasági tevékenység aktivitás erősítésére szolgál. Ebbe beletartoznak többek között az olyan infrastruktúrális fejlesztések is, mint egy autópálya elérésnek a kiépítése. Ez az egész beruházás egyébként önkormányzati területen készül el majd, és az elmúlt években az önkormányzatnál próbáltunk lobbizni, hogy a területtel, illetve ezzel a lekötéssel valamit kezdjen, de nem sokra mentünk. És tavaly tavasszal Palkovics miniszter úrral itt a Mogyoródi M3-as csomópont átadásán sikerült a Szövetség Gödöllőért képviselőivel közvetlenül fölvenni a kapcsolatot. Palkovics miniszter úr nagy érdeklődést mutatott a projekt, mint gazdaságélénkítő elem iránt, és hát eljutottunk gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt odáig, hogy a Szövetség Gödöllőért és a képviselői lobby ezt a gyakorlatilag önkormányzati érdekeket, elsősorban önkormányzati érdekeket szolgáló beruházást elősegítse. Ugye azt tudni kell, hogy a haraszti iparterületnek az elmúlt 30 évben a cégei iparűzési adó formájában ennek a bekerülési költségnek a többszörösét befizették már a város pénztárába, a város kasszájába. Nagyon sajnálatos, hogy a város részéről eddig nem történt semmi. Én bízom benne, hogy ez a beruházás, ez az első lépés, ez egy kicsit a város részéről az együttműködési készséget is erősíteni fogja, hiszen az esetleges tovább lépéshez erre nagyon nagy szükség lenne. Ez az elem, ez a lekötés a Haraszti útig, ez akár egy szükség esetén egy gödöllői elkerülő útnak az első eleme is lehetne, hiszen innentől, ha az autópálya elérés közvetlenül megvan, akkor szükség esetén és indokoltság esetén tovább folytatható, és a gödöllői elkerülő tovább építhető. Két kérdés maradt, mikor és mennyiért? Egyelőre még nem jött ki hivatalosan a kormány határozat, tehát itt most nagyon az elején vagyunk ennek a történetnek. Mi magát a hírt szeretnénk elhozni, a kormány határozat szerintem napokon belül megjelenik, és abból minden részlet tudható lesz.